A Matthias Corvinus Kollégium középiskolások számára januárban meghirdetett felvételiére 729 erdélyi diák jelentkezett. A program létszáma ezzel a duplájára nőtt. Az erdélyi középiskolás program most már több mint 1400 diákot számlál. Talpas Botond, az MCC erdélyi tevékenységekért felelős igazgatója vendégünk. Jó napot kívánok, szervusz Botond! Jó napot kívánok, köszöntöm és a tévénézőket! Több ízben beszéltünk róla az Erdélyi Figyelőben, de aki nem ismeri, kérlek azok számára egy kicsit mutass be az MCC működését, néhány gondolatot arról, hogy kik is vagytok és miért vagytok. Így van, valószínűleg több helyzetben, különböző időpontokban találkozhattak már a tévénézők a Matthias Corvinus Kollégium tevékenységeivel, programjaival. A fő tevékenysége az kiegészíti a közoktatást, méghozzá tehetséges fiatalokkal foglalkozik. Különböző szinteken, 25 évvel ezelőtt egy egyetemi oktatást kiegészítő programként jött létre a Matthias Corvinus Kollégium, főleg a társadalomtudományok területén tanuló egyetemistáknak nyújtott plusz képzés, plusz tudást, és ez nőtte ki magát ma már oda, hogy Erdélyben 8 városban van jelen, 7 oktatási központtal, különböző szinteken a Matthias Corvinus Kollégium. A legfiatalabbak, az a fiatal tehetségprogramot 5-esekkel kezd el foglalkozni az MCC, kimondottan egy olyan oktatási program, ammal foglalkozik, ami az 5-8-as korosztálynak van kitalálva, ez ősszel 7 erdélyi városban indult el ez a program. A létszámában a legnagyobb, de az a középiskolás program, amelynek a felvételie nemrég zárult le Erdélybe, de a Kárpát-medencébe is, illetve a fontosabb, a nagyobb egyetemi városokban jelen van az MCC egy egyetemi programmal, talán ez a legkomplexebb. Kolozsvárt is több éve működik egy olyan egyetemi program, ahol az Kolozsvári Egyetemre járó diákok vehetnek részt plusz oktatásba, tevékenységben. Ami új volt ebben, hogy az idei ősztől ők egy kollégiumba is laknak, szóval nem csak a szakmai előmenetelükben tud adni a Matthias Corvinus Kollégium, hanem a közösség életben, a közösség életükben, és azokat az értékeket is, amit az MCC-val, azokat is átadja ezeknek a diákoknak. És hogy hát a bevezetőben igen? Hát itt most én a középiskolás programot konferáltam fel, az egyetemi programra is meg volt már a felvételi? Így van, azt már az egyetemi tanévhez igazodik az egyetemi programot. 78 egyetemista kezdte különböző évfolyamokon az idei tanévet, illetve a FIT-ben is van 200 fiatal a 7 városban, aki folyamatosan részt vesz a tevékenységen. Ami a középiskolás programot illeti... Hát itt beszélhetünk a legnagyobb létszámról a középiskolás programban, hogyha jól tudom, 58 erdélyi iskolából jelentkeztek? Így van, ez kicsivel több mint 70 olyan gimnázium van Erdélyben, ahol vala érettségi bizonyítványt is lehet kapni. Hát főleg az MCC is azokon a városokban van, azokon a településeken van jelen, ahol így az erdélyi magyar oktatásnak a gerince működik, ez a Szatmár, Nagyvárad, Kolozsvár, Vásárhely, és ez a Székelyföld képzeletbeli vonalon helyezkedik el a középiskolásoknak a nagy része. Itt mi ősszel több helyen is létrehoztunk olyan közösségi tereket, ahol tematikus szakmai programokon vehetnek részt a diákok, és a középiskolás programnak az az érdekessége, hogy olyan e-learning, vagyis online formában vehetnek részt kurzusokon a diákok, ahol kicsit kibővíthetik az érdeklődési körüket, vagy egyetem előtt pályaorientációban segíthet neki. Főleg társadalomtudomány területén kínálunk különböző kurzusokat, modernkori történelem, jog, pszichológia, ami a közoktatásban, a hagyományos oktatásban néha kevesebb óraszámban van lehetőség tanulni,
vagy sok esetben olyanok az osztályok összetétele, hogy nem mindenki mondjuk a pszichológia iránt érdeklődik, viszont az egyetemi programba bekerülve nagyon sok olyan esettel szembesülnek a felsőoktatási intézmények is, hogy sokszor a diákok az első év végén jönnek rá, hogy nekik ez a tudományterület annyira nem megfelelő, váltani szeretnének. Na ebbe például az MCC a tudatosabb, a plusz terhelést szívesen vállaló diákoknak, aki egy iránytű tud lenni. És ezt az online kurzusokat kiegészítjük számos fizikai találkozással. Ezt akartam kérdezni, azért bármennyire vírusperiódusról beszélünk, nagyon fontos a személyes találkozás, hogy azért erre is figyeltek. Így van, ez erre nagyon odafigyeltük, és nagyon is igénylik a diákok. Havonta lehetőségük van becsatlakozni Udvarhelyen vagy Kolozsváron tematikus hétvégékben, ahol különböző területeket dolgozhatnak fel a diákok. Vannak klubdélutánaink, vannak olyan élménytáborok, pont februárban is lesz Székelyföldön és Kolozsvárt mellett is egy-egy olyan élménytábor, ahol azok a fiatalok, akik kicsit érdeklődőbbek, meg tudják ismerni egymást, találkozni tudnak, és ezeken a találkozásokon, szakmai előadásokon vehetnek részt a diákok. Számos egyetemi oktató, külföldi oktató van ebbe a programba bevonva. Az MCC-nek vannak vendégelőadói is, akik Budapesten vagy Kolozsvárt előadnak az egyetemi programba, és sok esetben ők vannak felkérve, kicsit kalauzolják be azokat a diákokat az ők területükre, egy kicsit itt ők is az érdeklődésüket kielégítsék. Az egész programnak valójában az a lényeg, hogy azokat a fiatalokat találjuk meg, akik így tizenéves, ilyen fiatal felnőtt korukban az iskolában kapott ott tanulmányaik mellett, illetve a szabadidejüketben többük is sportol, illetve rengeteg tevékenységgel tudnak főleg urbánus környezetben találkozni a diákok, de az MCC azt vett észre, hogy rengeteg olyan fiatal van, aki plusz tudással ismeretre szeretne szert tenni, és ezzel mi ki is tudjuk egészíteni azt a közoktatást, ahol néha nem jut megfelelő idő vagy energia egy-egy tehetségesebb diáknak, vagy egy tehetségesebb diákra, vagy egy-egy területben egy kicsi plusz tudást biztosítani. Nyilván a diákok kiválaszthatják az adott tárgyat, ami érdekli őket. És úgy tudom, hogy a program angol és román nyelvű kurzusokat is biztosít, ami igen-igen nagy segítség lehet ezeknek a diákoknak. Így van, a középiskolás program a legnyitottabb program, hiszen egy olyan életszakaszukban van ilyenkor ezek a fiatal felnőttek, amikor mindent is kipróbálnak, de sokszor félnek is elkötelezedni hosszú távon, így ez a nagyszámú jelentkező az azt jelenti, hogy a diák ő vállalja egy fél év elején, hogy miben szeretne részt venni. Felvett egy fél éves kurzust, azt neki el kell végezni, ott feladatokat kap, ott tananyagot kap, részt vehet nyelvoktatásban, részt vehet a fizikai eseményeken. A lényeg az, hogy amit ő egy fél évbe vállalt plusz feladatként, azt végezze el, de ellentétben az 5-8-as program és az egyetemi programmal itt folyamatosan átalakíthatja a tervét, elképzelését, de hát ez alkalmazkodik az ő életszakaszukhoz. És ami nagyon fontos, és odafigyelünk, az a nyelvoktatás. Az egyetemi programban számos nyelvet lehet tanulni, és ezt az idei tanévben, ezt a középiskolás programra is ki lett bővítve. 332 olyan iskoláskorú diák volt, aki szintfelmérőn vett részt, ezt nyelviskolával közösen ejtettük meg. Ők 40 különböző szintű csoportba juthattak be, és ők hetente angolul vagy román nyelven tudnak tanulni. Az angol nyelvoktatás az azért fontos, mert a szakmai elmélyülésnek, vagy a nyelve sok esetben az angol szokott lenni, és ez egy jó nyelvi készség az életben is. Hát ez nem is kérdés, hogy ez mennyire fontos, igen.
Az NCC viszont arra is keresi a választ együtt a helyi oktatási intézményekkel, meg a helyi közösséggel, hogy milyen csomagot kell biztosítani egy mai erdélyi fiatalnak, hogy úgy döntsön egyetem elvégzése után, hogy itthon marad, és főleg egy tehetséges diák, aki és nem csak túlélő csomagot, hanem tudáscsomagot. Talpas Botond, sok sikert kívánok és kitartást mind az 1400 diákhoz. Köszönjük szépen, hogy bekapcsoltál. Köszönjük szépen.